megtalálnak engem, akik keresnek. Az erő veled van, mondja Obi-Wan Kenobi luke -nak. Az erő a sejtelmes, a hatalmas, ami összetartja átszövi láthatatlanul az univerzumot. Az erő, ami megfelelő edzéssel lecsapolható, mint egy hordósör. Annyiféle erőt ismerünk. Fiúk, figyelem, ez már fizika. Gravitációs erő, mágneses erő, Súrlódási erő, centrifugális, centripetális erő, rugó erő, felhajtó erő, edhetett rá, edhetett rá, etetet rá. Na meg aztán ismerjük az izmok erejét, az ököl erejét, a harc erejét, a szó erejét, a sötét erőt, nem, nem, mondom a sötét erőt, és a fehér erőt. Nem má, gyere luk. Persze használni is szoktuk az erőt, felhasználni a saját hasznunkra, meg kihasználni, hogy előbbre jussunk általa, meg csak úgy kedvtelésből használni. Szóval az erő. Nagyon sok ember így képzeli el Istent. Úgy gondolják, hogy ő egy arctalan, alaktalan energia. Egy személytelen erő, ami titokzatos módon körülöleli és vezeti a világegyetemet. Vigyázat, tévhit! Való igaz, hogy Isten is körülöleli és vezeti a világ mindenséget, és ráadásul mindenütt jelen van. De ő nem valamiféle titokzatos erő, nem valami nehezen megfogható energia, ami valahogy ott van kívül rajtam, nem is valami stranger thing. Az a nagyszerű benne, hogy ő személyes Isten. Személy, és nem egy valami, amit a saját akaratunknak megfelelően tudunk befolyásolni a gondolatainkkal. Ő nem kozmikus energia. Isten személyként beszél magáról a Bibliában. A személynek pedig vannak bizonyos jellemzői. Az egyik például az, hogy a személy beszél. Isten beszélt Mózessel a csipkebokorban. Sőt, személyesen érdeklődik irántad is. Ismer téged, tudja a neved, Legtisztábban Jézus Krisztusban vált nyilvánvalóvá, hogy Isten egy személyes Isten. És igen, annyira személy, hogy lát, van szeme, hogy hall, van füle, hogy cselekszik, van keze, hogy érez, néha haragot is, örömöt is. Istennek van véleménye rólad és a világról. Isten, mivel személy, kapcsolatba léphetsz vele. Megszólíthatod, beszélgethetsz vele, Mint a tanítványok Jézussal. Jé, Jézus is egy személy, na hát! És igen, 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 a Szent Lélek is, Mert vigasztal, pártfogol, erőt ad, Eszedbe juttatja, amikor már elfeledkeznél róla, Hogy kicsoda Isten, hogy kicsoda Jézus. Mert megráz a Szent Lélek, hogy ébredj a valóra, hogy nem egy fantasztikus filmben él. Látod, ilyen istened van neked. Nem egy émilyen, amolyan erő, hanem személyes isten, akit nyugodtan hívhatsz az én istenemnek, mert Krisztusban teljesen neked adta magát. Amen.